Komandon a Horn Dávid általános iskolában beszélgettünk Opravéni Béla iskolaigazgatóval. Megérkezett a Marosvásárhelyi Rádióhoz hozott könyvadomány is. Eddig hány könyv gyűlt a könyvtárok számára? Pontosan nem tudjuk, hogy hány könyv gyűlt, mert rengeteg magánszemély is adományozott, aki nem tudta pontosan, hogy hány kötetet adományoz. Hát mi, ahogy így körülbelül ugye megsatszoljuk, az körülbelül a 10 000-et léptük. A könyvtár hány kötettel rendelkezett, ami megsemmisült a tűzvészben? Az 9600 kötettel rendelkezett, úgyhogy elméletileg most már túlléptük a kötetek számával. Milyen kötetek semmisültek meg? Nagyon hasznos könyvek is elvesztek? Igen, sajnos nagyon hasznos könyvek is elvesztek, rengeteg szótárunk volt, meg lexikonunk, ugye, tehát amit a gyerekek tudjanak használni, tehát itt magyar szótár, ugye helyesírási, meg értelmező szótár, meg szinonima szótár, meg ugyanezek románban, meg nyelvszótárak, angol, német, és ezek, ami nagyon hasznosok voltak, és sajnos eltűntek, meg rengeteg segédanyagunk, ugye, ami CD-n vagy DVD-n volt, és oda volt bevéve a könyvtárba, onnan lehetett kivenni, ugye a tanárok onnan nem vehették ki, hogy használják órákon. Ezek ami óriási nagy veszteségeink. Van elég ember, aki az adományokat fogadja és szelektálja, mert ezt raktározni kell, válogatni kell, például a könyveket polcra kell tenni. Igen, a titkárnőnk, meg a tanárok, akinek éppen lyukas órája van, vagy órák után még itt maradnak, és ők próbálják ezt a rengeteg könyvet átválogatni, ugye, mert tudjuk magánszemélyektől is jöttek olyan könyvek is, ami nem iskolásoknak való. Ezeket próbáljuk átválogatni, és veszik be leltárba, és pakolják is fel a polcra, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy 2-3 hónap múlva ezt újra át kell költöztessük valahova. Na de akkor már gondoljuk, könnyebb dolgunk lesz ugye bepakolni is, meg utána kipakolni, mert most már ki vannak válogatva. Igazgatóra azt már lehet tudni, hogy mikor kezdődhet el a munka? Elméletileg a megyei tanács szerint májusban el fogja kezdeni a munkát. Akkor azt jelenti, hogy a jövő tanévtől már használható lesz az a szépületrész, vagy csak majd utána? Tehát nem épületrészről beszélgetünk, hanem egy teljesen új iskoláról, mert ez a jelenlegi, ami megmaradt, ezt is a szakértők úgy döntöttek, hogy nem megfelelő iskola számára, ezért le kell bontani teljesen. És csak akkor tudnak neki kezdeni az új iskola építésének, amikor ez le lesz bontva. Tehát gyakorlatilag mi ebből ki kell költözzünk, lebontják az egészet, és utána fognak neki az új építésének ugye májusban, ami egy tervek szerint egy nagyon szép épület, egy 800 négyzetméteres, és én tehát reális esélyt nem látok arra, hogy szeptemberre meglegyen ez az iskola. Szakértők is azt mondják, hogy jó lesz, ha tehát inkább a reális 2018. szeptember. Igazgató úr, az utóbbi időben hogy alakul a gyerek létszám? Fogyóban vannak, vagy még tudják tartani a létszámot? Egy ideje enyhe fogyás van, tehát azt jelenti, hogy évente olyan 1-2 gyerek. Reméljük, hogy ugyanúgy vagy próbáljuk tartani most még ugye ezt a 100-as létszámot. Óriásit fogytunk, hogyha megnézzük, például 2005-ben még volt 140 iskolásunk és 40 óvodásunk, tehát 180 gyerek, ma van 100. Tehát 12 év alatt azért az sok, 80 gyerek. A tragédia előtt, vagy a tűzvész előtt, gondolom, akkor is voltak támogatói az iskolának, de utána, ahogy megtörtént az eset, én úgy látom, hogy nagyon összefogott a magyarság, a hallgatóink legalábbis. Ezt minek tulajdonítják? Nem tudom, én el sem mertem volna képzelni, hogy ekkora összefogás és szolidaritás fog kialakulni ez a tűzeset után, a komondói iskola körül, újjáépítése körül. Tehát, hogyha nekem valaki azelőtt mondta volna, hogy a mai rohanó világban ezt az emberek képesek még erre, nem hittem volna el. Na de most már saját bőrömön éreztem. Még most is, ennyi idő után még mindig jönnek újak, akik szeretnének segíteni, akik hallottak a komandóról. Én úgy gondolom, hogy ez azért van, mert én már rég mondtam ezt, hogy komondói kis település, de a neve az rég túlnőtte a települést. Tehát nagyon elment a híre szerte a világba,
Köszönhető az ugye annak, hogy eléggé nagy tranzit van itt, tehát nem csak a fakitermelésben, hanem turizmusban is. Plusz ugye, amit hallottam, sokan mondják, hogy a 13 almafából hallottak Komandóról. Tehát az igazság az, hogy óriási, tehát mi nem is gondoltuk volna, hogy ekkora támogatást fogunk kapni. Régebben szóba jött az, hogy megérett ez az iskola a felújításra, vagy ha nem történik ez az eset, akkor senkinek nem jut eszébe, hogy Komandóra egy új iskolát építse. Már régebb megfogalmazódott bennem az, hogy megérett ez az iskola egy teljes felújításra. Ugye az 1970-es években épült, szigetelés benne a 2 centis vakolat volt belőlről, kívül meg ugye az a falamérje az nem nagyon szigetelt, tehát hogyha -30 fokban, ami nem ritka nálunk, megnéztük az épületét, akkor kívül teljesen zuzmarás volt ugye a hőveszteség miatt, ezért mi kellett is tüzeljünk rendesen, szeptember 15-től június 15-ig végig kellett tüzeljünk, mert eléggé lehűlt az épület éjszaka, és próbáltunk már persze, már több helyen hangoztattam, hogy na most már a környékbeli iskolák fel vannak újulva, akkor ide jelenne Komandón is. Úgyhogy én szerintem haladtunk volna lassan a felújítás felé, de így, hogy most megtörtént ez a tűzeset, úgy gondolom, hogy hát reméljük, hogy összejön a szükséges összeg, és akkor így hamarabb megeszél, és lesz egy új modern iskolánk. Gondolom, hogy a könyvtár sok hasznos könyvvel gazdagodunk most az adományok által, de mire volna még szükségük? Mi az, amit esetleg elfogadnának szívesen? Igen, rengeteg hasznos könyv és szép könyv került ugye az adományok sorából ki, már fel is vannak pakolva a polcra. Még ami úgy látom én, hogy az eléggé kevés százalékban van, tehát amit említettem az előbb a mi könyvtárunkban, ugye az értékes dolgok, a szótárak, lexikonunk,